125 igen és 49 nem szavazattal elfogadta a parlament a Fideszes Bánki Erik által benyújtott törvénymódosító javaslatot, melynek értelmében eltörölték a lakástakarékok 30%-os állami támogatását még október közepén. Azoknak, akik már rendelkeznek LTP-vel, a megkötött futamidőre még biztosítják az állami támogatást, viszont már nincs lehetőség növelni a havi befizetendő összeg mértékét, illetve nem lehet hosszabbítani a futamidőt 10 Évre. A parlament alig 36 óra alatt döntött a javaslatról, azokban az órákban nagy mértékben megnövekedett az érdeklődők száma, tanácsadónként 30-40 darab szerződést is kötöttek a lakástakarékokkal foglalkozó szakemberek ez idő alatt. A lakástakarék konstrukció állami támogatása már 20 éve működik Magyarországon, olyan megtakarítási forma ez, amellyel a lakással kapcsolatos célokat tudják finanszírozni az ügyfelek, így lakás vagy telekvásárlás vagy lakásfelújításra köthető. Ami uh, tapasztalható tendencia volt, és ugye ez Magyarországon is jól látszott, hogy ugye folyamatosan növekedtek az ingatlanárok, és most jelen pillanatban is ugye növekszenek, és uh, inkább az emberek önerőgyűjtésre használták ezeket a számlákat. Tehát, hogyha azt nézem, hogy egy 20 milliós ingatlan szeretett volna akár egy család vagy egy pár megvásárolni, az ugye minimum 20% önerő kell, az 4 millió forint. Körülbelül ezt a 4 millió forintot két havi 20 ezer forintos lakástakarék pénztárral 6 év után ugye tudták gyűjteni, és ezután vettek fel inkább Hitelt, vagy úgy a lakástakarékhoz járó e, konstrukcióban vették fel a hitelt. Ami másik még nagyon fontos dolog volt, ugye a hiteleknek ugye a végtörlesztése, az, hogy hamarabb le tudjam, hogy a futamidő lejárta előtt, vagy hogy előtörlesztek, hogy ugye a fennálló tőke tartozásom csökkenje. Tehát inkább ugye önerőgyűjtésre használták végtörlesztése, vagy előtörlesztésre. A lakástakarék konstrukció továbbra is működik hazánkban, csak állami támogatás nélkül. A bankok próbálnak új lehetőséget kínálni a lakás célú megtakarításokra. Ők azt próbálják biztosítani majd, hogy ugye a 30%-ot egy fix 5% kamat bónuszal fogják kompenzálni, és ugye a futamidő a minimum futamidő változott 4 évről 6 évre, ugye a 10 év az természetesen megmaradt, és ugye a futamidő végén pedig már egy kedvezőbb 2,9%-os fix kamatozású hitelt lehet felvenni. Ami viszont egy picit árnyalja a képet az az, hogy ezeknél a szerződéseknél is lesz ugye szerződés kötési díj, ugye ami 1% a szerződéses összegnek. Kérdés az, hogy ugye ez mennyi lesz partiba ugye a, a, az 5% kamattal, valamint az is nagyon fontos, hogy a 2,9%-os hitelkamat az nem TH. -n. Tehát ott még azért különböző költségeket fognak rátenni, de még így is egy versenyképes konstrukció lesz. A csokot bővíti a kormány a jövőben. Eddig a két gyermekesek nem vehették igénybe a 3%-os fix kamatozású hitelt, most már viszont ők is jogosultak 10 millió forint erejéig, ami azt jelenti, hogy a futamidő végéig garantált a 3%, valamint a három gyermekesek felvehető keretösszege is emelkedett 15 millió forintra, hangzott el a stúdióban. Nyilván a sokkal kapcsolatosan nagyon fontos azt tudni, hogy az ö, elsődlegesen az új építési ingatlanokat próbálják ö, támogatni, viszont nyilván a használt lakásoknál is van egy bizonyos keretösszeg, itt rendelkezésre áll. Az új építési ingatlanoknál azoknak jár a 10 millió forintos támogatás, akiknek három gyerekük van, és vagy új ingatlant vásárolnak, lakás családi házat, illetve építenek újat. Nyilván, hogyha valaki ö, használt ingatlant ö, vásárol, akkor ott kevesebb lesz az a szám. A csok elbírálását már 30 napon belüli határidőre szabták, a családi otthon teremtési kedvezményt a pénzintézetek pedig már önerőként is elfogadják. Abban az esetben egyszerűbb dolga van az igénylőnek, ha már rendelkezik telekkel, de azt is lehet finanszírozni ebből a konstrukcióból.